estét! Kedves nézőnk, ez itt a hashtag Bocskor ünnepélyes 100. adása, és lehet, hogy egy picit gyérnek hallották a tapsot, de hát nyilvánvalóan a koronavírus helyzetre való tekintettel a mai műsorban nincsen közönség. Ezt valahogy meg kéne oldani, ugye azon gondolkoztunk, hogy esetleg ilyen műröhögést teszünk alá, mint az amerikai szitkomoknál. Erre sokan azt mondták teljes joggal, hogy ez egy picit olyan ízléstelen, de hát van műröhögésünk, csak ezt majd én fogom irányítani. És megmutatom, hogy ez hogy működik, van egy ilyen gyönyörű szép tabletem, úgy, hogy bemutatom a vendégeimet. Itt van velünk Jakubcsek Gabi! Stop! Tornóczki Anita! A gyönyörű Kabát Peti! És Bárdosi Sanyi! Ünnep! Ezt tulajdonképpen a te konyhádban is megcsinálhatná. Úgy maradt. Stop, a kabátnál stop. De bocsi, igen. Tudd már ide, hogy hadd nyomkodjam már. Jó, Peti Gém, majd mindjárt. Most ne, majd... A kabát miért kapott ennyit? Peti teljesen lázba jött, hogy már mindent lehet nyomkodni. Igen, mert olyan, mint amikor Peti, foci neked, neked ilyen nem van, ez a... Ez nem? Jó, amúgy. Na jó. Gyerekek, kezdjük el. Tényleg nagyon-nagyon nehéz. Amúgy egyébként a szerkesztőségünk és maga a mikrofonos Sándor itt ül velünk, és ők amúgy nagyon lelkes, de csendes tagjai a közönségnek. Nem hát szoktak most... olyan csendesek lenni. Annyira nem. Nem. Figyelj, bocsi. Igen. A Sanyival már beszélgetük, a tévénézők, nem hallok semmit, bocsi. A tévénézők? Hogy a tévénézők tudják, hogy itt most nincs néző, nem? Hát olyannyira, hogy most mondtam el. Ja, azt mondom. Igen, csak a Sanyival legelőször úgy tetted fel a kérdést, hogy a nézők tudják, hogy nincsenek itt? Igen. Ez még adásunkig lesz, kérdezte Peti. A nézők tudják, hogy nincsenek itt? Nagyon remélem, hogy észrevették, hogy a saját foteljukban ülnek otthon, de tényleg egyébként ez egy nagyon-nagyon helyes óv intézkedése az ATV-nek. Megnézzük, hogy a további hetekben ez majd hogy fog működni, de most ezzel próbálunk itt, hát hogy is mondjam, próbáljuk kipótolni a közönséget. És ha már koronavírus, akkor hoppá, egyébként most látom, hogy fekete pad, meg piros-fekete pad. Ajj rá, vörös egy. Piros csapa. Rote Mannschaft. Hát azért az osztrák múlt, tessék. Feketék, és nézd meg a koronavírus miatt, én ugye ezt a direkt tesztet. Igen, a mérgező anya. De a fekete az elég meleg amúgy, az a szín, nem? Nem. Miért? A piros. Majd lesznek. A piros. A piros. Attól függ a meleget, hogy értjük. Bocs, jót mondtam. Kicsi fennakadás lesz az adásban. Kicsi fennakadás lesz az adásban, mert ahányszor jót mond Gábor, gyorsan elkezdi keresni a nevet. Ez egy nagyon meleg. Saját reakcióim. Igen. Na, szóval... Most magadra reagálhatsz. Milyen... Igen, és ez kellemetlen, de hát néha tudom, hogy jót mondok. Tehát... Jó, most nem jól meg. Gyerekek, beszéljünk egy picit szerintem is a koronavírusról. A fekete csapat megállapította, hogy te ezt szereted. Igen, valahol igen. Szóval, most próbáljuk megtalálni a szórakoztató oldalát ennek. Még azt keresgetjük. Azt keresgetjük? Van. Van, itt van mindjárt egy csodálatos kezdeményezés, egy esemény, amelyet a Facebookon hirdettek meg. Gyakorlatilag egy tüntetést szerveztek a koronavírus ellen. De hogy álljon meg azért? Érdekes, ugye? Március 8-án ez megtörtént, nem? A Kossuth téren voltak beszédek, műsorszámok, és durván, hogy 5-en el is mentek. Na most, szerintem... Nagy sikerű rendezvény volt, ezt nem, de nem értem a Kossuth teret sem. Tehát most, ha ti, és ezt tök komolyan kérdezem, tüntetni akarnátok a koronavírus tüntesen ellen, Huanba, ne. Akkor, na jó, hova mennél a tábláddal? Hát, én egy bevásárlóközpontba mennék most éppen a táblámmal. Igen. A koronavírus ellen tüntetni, mert tébolyult, össze-vissza vásárlás indult el. Igen, tehát akkor a koronavírusnak te a tábláddal üzennél, mert a koronavírus ellen, tehát nem de az emberek... Értem. Igen, azt üzenném a koronavírusnak, hogy valami, mit tudom én, mit üzenném. Na, mit üzenném?
De vissza a kézfertőtlenítőket a polcra. Próbáltál venni egyébként kézfertőtlenítőket? Hogyne, a tegnapi nem napom lehet. Ezzel telt. De szerintem ez egy váratlan esemény lehet itt a piacon, mert már 4 hetet tudjuk, vagy 3 hetet. Hol vettél? Egy évvel ezelőtt bejött egy fickó az edzőterembe, hogy ő kifejlesztett ilyen fertőtlenítőt, amit bútorokra lehet, a ruhádra, nem tudom, mindenre, és van ilyen krém is, meg nem tudom, és hogy tök jó. Hát mondom, jó van, tök ilyet, hagyjál itt belőle akkor valamennyit, aztán ha eladjuk, akkor majd szólok. Egy darabot nem adtam el belőle, és most kinyitom a szekrényt, Ildi mondja, hogy nincs fertőtlenítő. Kinyitom a szekrényt, ott van egy ilyen dobozny. Hát mondom, akkor de ez eljött az idő. Nekünk. De elfelejtettem. Na, de hát most hazavitte, érted? Nem, dehogy is, ki van a pulton, még? Viszik, mint a cukrot. Hát persze, hát most iszony, fellendült az üzlet. Ja, és most tényleg úgy viszik, mint a cukrot, mert a cukrot is viszik. Igen. De hogy most mindent az, visznek. Most mindent. Tehát, hogyha a koronavírus ellen tüntetnétek, mit írnál a táblára? 20, haza. Tüntetnék, és gyere haza. De gyerekek, Magyarországon meg hol? Tehát miért a Kossuth téren, hiszen nem a Szent László kórházhoz kéne menni? Tehát, hogy a koronavírus, ha van valahol, az ott van. Én nagyon félnék, hogy ott bezárnak valakivel egybe, összezárnak engem. Igen, alapvetően szerintem mindenhol van. Tehát, hogy alapvetően nem azért nincsen több megbetegedés, mert nincsen több megbetegedés, hanem azért, mert nem szűrik. Tehát az igen, szűrik, aki gyanús. Az szűrik, tehát, aki ja. gyanús. Tehát és Magyarországon, ha folyik az orrod, meg kicsit köhögsz, meg van hőemelkedésed, akkor iszol két... valamit, de igen, amit nem mondunk ki. És soha nem tudom, mennyi van. Most 10. 16. Jó, 16. 16 ember hazament az anyjához, az anyja másnap elment a piacra, és sorolhatnám. Így tehát van. Jelen pillanatban szerintem rohadtul nem több tudja senki, hogy hány ember van, aki már... Nyilván, de ez minden országban így van. Hogy valaki, aki azt gondolta, hogy influenzás, és az egész családban mindenkin átment valamilyen takonykor, az most már... túl van a koronavíruson, csak abszolút, éppen kihozták. Van, így van. De ez egyébként a világ minden országában így lehet nagyjából, hogy... 1% vagy nem vesz észre tüneteket, vagy nagyon enyhe tüneteket vagy olyan észre. Erős az immunrendszer, hogy így, tovább áll. Így van. Na, de egyébként ezek, akik tüntettek a koronavírus ellen, ők azt állítják, hogy van egy árnyékhatalom, és tulajdonképpen az árnyékhatalom úgy döntött, hogy szándékosan nem védekeznek a koronavírus ellen, tehát a tüntetés igazából ennek szólt. És én elgondolkoztam azon, hogy ez az árnyékhatalom, hát ez nyilván politikusokból áll, hogy ez hogy nézhet ki? Tehát hogy nézhet ki egy ilyen gag party, ahol egy nagy asztalnál ott ül mondjuk Angela, Donald, Boris, Kim, Vladimir. És akkor eldöntik, tehát, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ezért mindig lehet ilyen összeesküvés elméleteket gyártani vagy találni, de hogy ha ez így van, vagy így lenne, akkor nyilván ez nem megbeszélik, hanem de játszik végig a gondolatot. Tehát tegyük fölük, hogy dübörög a gazdaság, azért már egy picit elszaporodott az emberiség. Kéne egy gazdasági válság? Gyerekek, annyira jól mennek a dolgok, valamit kéne. És akkor mondjuk Vladimir elővesz egy flakont, hogy Donald, ezt még a hidegháborúban fejlesztettük. De hát ezt is szét lehet szórni. Mi a cél? Vágjuk tacsra a tőzsdét? Vagy... Vágjunk minden tacsra, hogy újra lehessen építkezni. Figyelj, ennek pozitív hatása volt. Hát ugye megmondták, hát Kínában vannak olyan városok, ahol nem lehetett az utcára menni, mert nem kaptál levegőt. És most igen. Tehát, hogy ez... Mert hogy leálltak a gyárak, leállt a termelés, ez nem van, a gyógyszeripar stb. Hülyeség ez. Én azt akartam kérdezni, hogy ez valós? És most nézzük, aki nincsenek itt. De én azt gondolom, hogy ez egy jogos kérdés, mert ugyanúgy lehet ez egy sima járvány, mint lehet egyébként... Egy biológiai fegyver. Lehet egyébként egy biológiai fegyver, lehet egyébként, ha spirituálisan nézed, akkor egy figyelmeztetés az emberiségnek, hogy picit vegyenek vissza a... Vagy Vladimir flakonja. Nagyon sok mikor hiszed majd el, hogy van ilyen, hogy koronavírus? Én elhiszem, de én azt gondolom, hogy eddig is voltak fertőzések, meg vírusok, csak most ez fel van fújva, ahogy előbb beszéltük, és ennek valamilyen olyan hátulütője van, ami lehet, hogy nem is igaz, nem? Én azt hittem, hogy akkor fogod elhinni, ha majd melletted ül a buszon. Na! De hogy veszem észet 2 hét, nem? Hát azt mondják, 5 nap, 6 nap, 2 hét is lehet a lappangási idő. Szóval nem csak, hogy én most az ő gondolatukat próbálom követni. Meg hát ugye a madárinfluenza... Igen, az egy... Mint a tüntető gondolatát? Igen.
Tehát, mi van a fejükben? Van nekik? Mi van a fejükben? Az, hogy az árnyékhatalom nem védekezik és szándékosan terjeszt. És ezt mindig betegséggel kell elérni? Mivel lehetne? Háborúban. De ez is egyfajta gazdasági válság. Jó, de a gazdasági válságról beszéltek, hogy az itt van a nyakunkon. Hát, hogy most szerintem ezt eltoltuk ezzel. De lehet, hát nem eltoltuk, előrébb hoztuk. Nem, szerintem nem. Szerintem pont, hogy egy kicsit elodáztuk. Gondolod, hogy ettől nem lesz gazdasági válság? Ettől sokkal durvább. Olcsóbb lett a gázolaj, ennek tökre örülök. A Bocskor is tökre örülök. Ameddig van a gázolaj, az gyenge valuta romlik, a tőzsdék azok nem tudom, 20-30%-ot zuhannak. De nem tőzsdézem, mert mit érdekel engem ez? De neked, figyelj, a Sanyinak az a lényeg, hogy a gázolaj lement, de viszont benzines a kocsija. Dízel. A fal törő kos, ami átmegy a karanténon. Gábor, mola! Ja, én szórakozom, de nem, azt akarom tőletek megtudni, hogy elképzelhetőnek tartjátok-e azt, hogy valahol, bármikor az emberiség történetében egy járványt vagy hasonlót szándékosan hoztak létre? Szerintem igen. Na. Hát ez számtalan film van erről. Most. De ezt most komolyan mondom? Én így érzem, igen. Egyébként... Tehát, hogy ez egy szándék, tehát a koronavírus nem szerint... Van vírus, nem de van. Nem ekkora, mint amekkora most így fel van így nagyítva. Én szerintem. Aha, tehát a pánikkeltés az nagyon erősebb, mint a valós veszély. Így van. De ez jó hír. Így köszönjük, akkor. Péter. Én szerintem, doktor Kabát, kérdezzetek bátran. Ugye, Kabát, azt kérdezem el, hogyha tényleg azt akarjuk, Kabát. Hogy így itt legyen egy rohadt nagy pánik és probléma, akkor miért nem egy olyan vírust engedtünk el, ha mi vagyunk a királyok? A putyino. Amiben nyek a fúró. Tehát, hogy... Nyek a fúró? Aha, tehát, hogy elkapod, és akkor vagy örökre olyan maradsz, vagy igen, nem is halsz. Ez jobb, ahogy a Gabi is mondja, hogy lehet, hogy ebből kigyógyulsz. Érted? Jó, de annak csak akkor mi értelme van köhögnek? Ha valami durvát akarunk, akkor engedjünk el olyat. Tehát ha elengedtek fél volna... Fél munkát ne végezzük. Igen, ha elengedtek volna, akkor olyat engedtek volna el, ami ja, tényleg... Ez nem olyan nagy. Ennek is megvan a hatása nyilván, tehát hogy ahogy a Gabi mondta, azért az ijedelem elég nagy, tehát... Hát hogy ne, de ez most már rajtunk is úrán lett. Tehát éppen nem akartam sminket ma. Igen, képzeljétek. De miért? Hát azért, mert a Róna Jegont is érintette az ecset. Azt hittem más van. Ez onnan van magukban. Nem, csak hogy nem, most nyilván nem az Egont akarom hírbe hozni. Nem akarom az Egont nyilván hírbe hozni, meg nagyon egészségesen. Nagyon egészségesen nézett ki az előbb, de... Itt is egy méterre kell ülni egymástól. Tehát mi a Kabát Petivel egész kihúzottunk már a szélén. Így van, hát azért mindig egymásban van, ami miatt megbízunk. Ott a meleg az a feketéknél. Egyébként én a Kabát Peti immunrendszerében abszolút bízom. Tehát én szerintem iszonyat jól néz ki a... Ezt várják. Az van, hogy ha ezen múlik Peti, akkor én négyszert is kaphatok. Te küzdősportot nyomtál végig. Ez azt hiszem, hogy nem volt adekvát ez a hang. Közülünk a Sanyi a legegészségesebb, az biztos. Ti el tudjátok-e azt képzelni, mert ilyenről is beszélnek az összeesküvésesek, hogy már rég megvan az ellenszer. Nem láttad még, hogy már autómosok kiírják, hogy koronavírus ellen fertőtlenítjük a kocsidat 20 000 ér, meg ilyenek. Nem mondom. Persze! Ez komoly. Esküszöm az életemre. Esküszöm az életemre. Jó, mondjuk vannak olyan anyagok, amik ilyen baktérium ölök, meg mit tudom én. Van, alkoholnak ilyen. A pálinka. Így van. A pálinka és kolbász. Ugye? És belocsolod a bőrkápitos autóba, ízzék a kipott tövén. Kabátnak igaza van. Pálinka és kolbász, ez az ellenszer, gyerekek. Kutyáknál van koronavírus? Koronavírus nincs. Nem, de van ilyen influenza, ez a látod csak. Az a, hogy a kutyának nehezen mondod, hogy ne nyalakodjanak, amikor te ja, bocs. Ez a tiéd volt. Van még egyébként, van még háttérhatalommal kapcsolatban, megszólalt Pataki Attila is. Jaj, de jó. Igen. Az UFO-k. A Holdról, az UFO-k. Na várjál, ezt el fogod tudni mondani, elmondom, hogy ő mit mondott, mert lehet, hogy összefügg. A meggyőződésem, mondja Pataki Attila, hogy a koronavírus hisztériát a háttérhatalom és a világ vezetői terjesztik azért, hogy kipróbálják, mennyire lehet megijeszteni az embereket. És talán arra is jó ez az egész, hogy elleplezzenek valami fontosat, amiről nem akarják, hogy tudjunk. Tehát, hogy azt mondja, nincs járvány, nincs halálozás, kitaláció az egész, de valami nagyobb dologról akarják elterelni. Nagyon jó mondja. A politikai kommunikációnak alapvetően az az alapja, most függetlenül a koronavírustól, hogy valamit bedobunk a köztudatba, elkezdjük az embereket
emberek gondolatát a köré csoportosítani azért, hogy valami másról eltereljük a figyelmet. De mi lehet minden, ez a nagy? Minden politikai kommunikáció nem alapja tudjuk ez. Azt még mi meg. De ez most mi sági hír. Angerom, de az előbb terhes, biztos. Nem tudom. Tehát, hogy... De ki terhes? Angela Merkel terhes. Komoly, komoly eszmei rokonsága van a Pataki Attilával. Igen, én teljes mértékben az Attilával egyetértek. Én ugyanezt... Vagy a támogatásból te is kapjál. A támogatásból, hogy majd a kuttaljanak de egyébként. Dubály, már te focista vagy. Jaj, ó. Jó, ez rosszul. Na, szóval visszatér a Pataki Attilára, tehát, hogy ő azt mondja, hogy ez nincsen, viszont valami nagyobbról. Mi lehet az a nagyobb? Egészségedre. Azt mondtad, ki mondta, hogy Angela Merkel terhessége? Azt én próbáltam fel. Egészségedre. Hát, hanem... De nem az lenne a cél, hogy ő megmondja akkor, hogy mire gondolta. Most bedobta ezt a kis izét, ezt a kis kalócot, és ahelyett, hogy megmondta volna, hogy mire gondol. Attila. Hát Attila, Attila ufokban utazik. Ő se tudja. Igen, azért mondtam, hogy szerintem az ufok. Tehát, hogy leszáll egy hatalmas ufó. Lehet, hogy és azzal akarják elterelni, hogy mindenkit beterelnek a házába, fölnéz a plafonra, nem lát semmit, mert úgy érted, mindent lehet rögzíteni, és akkor azt a nagy ufót, tehát hogy ezt titokban akarják vendégül látni. Jó, azt azért nem teljesen értem, én nem hallottam ezt a nyilatkozatot, de hogy Attila... Hallottad, most olvastam fel. A fiú szájából nem hallottam. Nagyon jó volt. Tehát, hogy az ő szájából nem hallottam, és nem tudom, hogy tényleg azt mondta, hogy kitaláció minden halálesetet. Most halt meg az egyik főorvos Olaszországban. Jó, lépjünk tovább, mert mutatok még nektek csodákat, és itt nyilvánvalóan a pánikkeltés lesz egy picit a téma, mert van itt egy történetünk, a navosok kiszúrtak egy román kamiont, és állítólag egész Románia ezen a kamerafelvételen röhög. Kérték a menetlevelet, és amint meghallották azt, hogy Milánó, akkor tovább engedték. Most ne téveszem meg benneteket a kamerának a dátuma, mert az állítólag rossz, tehát közben utána jártak a napnál, hogy valóban megtörtént volt. Ez nem olyan rég. Nézzétek meg a felvételt. Direkt rendőrség. Vámosok autója megállítja őket. 17. hó. Ez még ideig annyira nem Hi. Extra. Figyelj, ezt szokták. Beszél magyarul? No, English. English? Yes. Fall control? Document. Document, CMR. Si. Autópapír. Mm-hmm. Passport. Transit? Yes. Italia. Italia? Italia, Romania. Italia, Észak? Si, Milano. Milano? Si, Milano. Fiatek, numor mai controla. Figyeltek most. Control, oké. Okay. Ciao. Oké, okay, ciao. Control, oké. Okay. Ciao. Oké, ciao. Gyerekek. Itália, Észak, Milánó. Abi. Control, oké. Okay. Ciao. Ez gyerekek. Nagyon kemény, gyerekek. Ez nagyon no. Figyelj. De most őszintén. Hát. Ez nem érthető? De. Nem. Nem? Hát de ne vicc, és ők ott dolgoznak még? Ők ott dolgoznak, és a Vám és Pénzügyőrség, vagy NAV, vagy nem tudom, hogy hívják őket, elmondták, hogy igen, valóban megtörtént ez az eset, nem a protokollnak, vagy a rendes eljárásnak megfelelően jártak el, de mit tudom én ebben az esetben. Nem ez a protokoll. Nem ez a protokoll. Szóval... De komolyan, vajon tudhatták volna, hogy és mit kell csinálni? Nem tudom, de... Azért nem? Nézzük meg, nem volt náluk, nem volt rajtuk maszk, nem volt kézfertőtlenül, nem volt ez a kis homlokpisztolyos hőmérőjük, semmi az égvilágon nem volt. Tehát nem úgy vagy ezzel, hogy basszus szegények ki vannak téve ennek, akkor nem tök mindegy, mi van azon a kamionon, csak húzzon át az országon. De akkor miért kellett ezt lejátszani, hogy megállítja? Nem tudták, hogy Milánóból jöttek. Mert ha tudták volna, meg se állítják. Hát nem, hát abszolút nem. Ennyi erővel akkor ízét a drogcsempészek igen, tehát ez a legjobb képeket. Nem akarsz valakivel beszélgetni, csak azt mondod, hogy Róma, ja. Milánó. De a gyerekek nem. Tehát gondolj bele, hogy bármilyen élethelyzetből a szabaduló szó az, hogy Milánó.
Igen. És akkor, tudod, mit mondanak neked? Control, oké? Ciao. Ciao. Tudod, mi jutott eszedbe, Gabi, hogy emlékszem, amikor egyszer mesélted, hogy még a párizsi kintléted alatt, neked volt ez az olasz csávó, ez a hosszú hajú Tarzán. Tarzán, aki anyukáddal élt három napig. Igen, mert nem mentem haza, mert nem akartam vele találkozni. Igen. Na jó, de hogy például ilyenkor neked ő eszedbe jut? Hogy mi lehet a Tarzánnal? Miért érzel? Mi? Most írtam így állapot. Tényleg mi lehet vele? Most hogy mondod? Ó, de rosszul játszom most. De rosszul játszom most. Nem akarod bevallani. Ő azt hitt, hogy én leszek a barátnője, de én nem akarod bevallani, hogy írtál neki. Nem írtam neki. Aggódsz érte? Aggódok, de most hogy mondod, aggódok. Most hogy mondod, eszedbe se jutott az olasz szerelem? Nem, akkor se jutott eszembe, amikor ott lakott anyukámmal, az a baj. Nem. Összejött az anyukájával? És abban a reményben, hogy vele fog? Vagy nem értem? Nem, volt egy fiú, akivel összebarátkoztam, de ő komolyabbnak gondolta ezt, és utána jött Magyarországra, és mikor ezt megtudtam, így gyorsan elmentem otthon, és ott lakott anyukámmal. És három ilyen hosszú hajja volt? Ekkora, igen. Ez ugye a 80-as években nem volt olyan vicces, vagy a 90-es években, meg egyáltalán nem volt olyan. Hívták. Tarzan. Jaj, most mondta. Folytatjuk rögtön, van még egy-két szórakoztató, hát mondjuk azt, hogy sztorink a koronavírussal kapcsolatban. Jövünk vissza egy pár perc múlva a... Taps. Várjál, taps, várjál a reklám után. És folytatjuk a hashtag bocskor 100. adását, és gondolom, hogy aki vesz az első részt, annak kiderült, hogy közönség nélkül vagyunk, ez az ATV döntése a koronavírus helyzet miatt. Csend. Tehát van közönség, de nincs közönség, ilyen plastik közönségünk van, amit én intézek. Itt van velünk Jakub Cseh, Gabi, és Tomocki Anita, és Kabát Peti, és Bárdosi Sanyi. Szóval egy picit akadozunk itt, mert nagyon-nagyon nehéz egyébként közönség nélkül így dumcsizgatni, amúgy így el vagyunk a nappalimban, de abszolút érthető okokból ezt igen, most itt nagyon tartjuk. Rossz úgy vicceset mondani, vagy meghökkentőt mondani, hogy nem tudod, hogy kinek nem mondod. Hogy nincs reakció igazából. Hát a Petinek van egy pici spékje. Szépen rám vagy állva, Sanyi. Tudsz meghökkentőt mondani. Egyébként ez ugyanolyan, vagy hasonló, mint hogyha foci meccset szurkolok nélkül játszanak. Nem, igen. Nem az igazi. És most egyébként ez lesz. Ez, amit hiányolsz. A sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy és mi van a sporteseményekkel, és mondták, hogy hát zárt kapuk mögött. Folytassuk egy picit a koronavírus körül keletkezett ilyen szórakoztató dolgokat, mert itt van ez az árufelhalmozás. Ugye nálunk lisztet meg cukrot halmoznak fel az emberek, bár én nem nagyon tudom, hogy mit csinálnak a liszttel, mert szerintem a magyar lakosság 70%-a rántáson túl nem tud a liszttel mit kezdeni. Ugye? Maximum, igen. Hát dehogy nem, gyerekek, mindannyian palacsintát fogunk tenni meg... két hét múlva. Hát azért gondoljatok bele. De minden kell, még az se kell, kanállal a lisztet. Az kell enni. De milyen jó, mert tele. Figyelj, a sportoló, az kemény. Szubitkádodba berakod azt ott meg. A szubitkád? Igen, neked is tudom. Emlékszel, van szubitkád? Van, bizony. Az nagyon jó. Igen. Peti ismeri ezt a szót. De hát persze, mert a Peti... Mert tudok főzni. Hát ő majdnem versenyt nyert a konyafőnökben. Hát nem majdnem, de... A két személyes közönségünk kérdezi, mi az. Mi a szubitkád? A szubitkád. Az egy konyhai eszköz, gyakorlatilag egy melegvíz. Kád, és pontosan be tud állítani a hőmérsékletet. Elzársz egy húsdarabot valahogy, és akkor az nagyon lassú hőfokon egy meleg mondod közegbe, ami ott a víz. Az a szumitkád. Jó, és akkor ez mi lesz ezzel, hogyha a lisztet beleteszem, és szumitolom, akkor mi lesz? Akkor megfő a liszt, és szumitolom. Micsoda? Szumitolom. Ez nem a szumó szóból van. Jaj, Peti! Szívesen! Nem lehet, hogy értelme számomra így semmit. Szumitolás? Befejezzük ezt, jó? Most. Köszönöm. Bocsánat! Arra... Ebbe a műsorban te leszel a legviccesebb most. Mert igen, tényleg küldesz, Jó, Peti, átadom neked, jó? De most már meghosszabbítottuk, a szünetben vettünk egy külön kábelt a kínai piacon is. Jó, ideig ér el. Hát most vedd az öletbe. Húzdod az egész asztalt. De legyél éber.
Figyelj, rajta van a kezem. Csak várj, nehogy lerúgjon. És mindjárt le is rántja, simán. Nem, nem. Na. Szóval Bocskor úgy érzi magát, mint amikor én edzést tartok, de nem jönnek el a tanítványok. Tehát, igen. Tartsd meg az edzést! Ez így jó. Na, tehát itt visszatérve, hogy mi ezt halmozzuk fel, viszont tök érdekes módon a világ második felénben, Ausztráliában a WC-papír a sláger, és tetlegességig fajultak a harcok. Az WC-papírért. Az ABC-be. De miért? Mire a szupermarketekben a WC-papírért. Többet fognak kakilni, vagy... Fokozódó. Azt például nem is, mi nem is veszünk. WC-papírt? Ugye, nem, nem, csak nem, lisztet, meg lisztet, cukrot, de WC-papírt nem veszünk. De hát ami bemegy, az ki is jön. Igen. Azt azért hadd mondjam el, hogy egy ausztrál újság baromi szellemes volt, mert ők azt csinálták, hogy 8 oldalt nyitva hagytak, és WC-papír szelvényeket raktak az újságba. És hopp, ott van a kalapocskák. Tök jó. Na de gyerekek, hát ez maga az újság a WC-papír. Hát nem emlékeztek, hogy régen föl is volt vágva, és úgy volt betéve a falusi rögykőbe? De! De! Hát maga, de egyébként ez, nem, ez nem puha papír, hanem ez ugyanolyan újságpapír. Igen. Újságpapír minőségű papír. Igen. Tehát hát ennyi, akkor hogy reagál? Töri a kis finom puha bőrömet, másrészt pedig ennyi erővel a nyomtatott oldalakkal ugyanígy ki lehet törölni. De az nem olyan, amikor így próbáld, és akkor kiszakad, és jaj, az Peti! Nem olyan, és akkor így előkészíti magának. De várjál, Gabi, az előbb mondtad, hogy a falusi röcsikben, azt hiszem így fogalmazom. De mesélj már. Nektek ti nem voltatok vidéken gyerekek? A pottyantó? Nem, én nem voltam vidéken. Nem voltál vidéki, ugye? Ki kellett menni, már eleve végig kellett menni az udvaron, abba a légy volt ott. Sok légy volt ott, állandóan. És akkor ott voltak az esti hírlapok fölszaggatva, porciózva. Föl volt vágva ekkorára, föl volt késsel. És de mi, volt, hogy Rutka Éva volt? Vagy? Filmszínház muzsika! Figyelj, aki jön, Ludas Mátyás! Filmszínház muzsika, nőklapja, füles! A nőklapjával nem jó, mert annak fényes a külső oldala, és az nagyon rossz. De hát ezt az Alita tudja, hogy... Jaj, és hát volt a leporellós WC-papír, ami sejenpapír volt, emlékeztek? Az a végén! Sejenpapír volt, hogy csúszott a... Azért... Ilyen, és csak ekkorát tudta belőle, ekkorát. De gyerekek, visszatérve erre, az előbb ugye ti is mondtátok, hogy milyen kulturális különbség van. Tehát mi magyarok ugye most az emésztő csatornákat veszük alapul. A bemenettel foglalkozunk, ők meg a kimenettel. Pontosan. Output, input. Output, ennyi. Input. Tehát az ausztrál hisz az inputban, igen. De nem hisz az outputban. De, hát hisz az outputban, csak az outputnak van némi rásegítése szüksége. Pont ő az valami... optimista, mert igen. Ő azt mondja, hogy kajam lesz. Kaja lesz kaja, igen. Tehát vigyázok a végére. Igen. Igen, tehát az ausztrál a jobb, az optimistább. Az ausztrál feltételezi, hogy az bemegy, az ami kijön. Tudod, miért az ausztrál mi előre csak rövid távon gondolkozunk. Azért, mert a kabát megveszi a 400 kiló lisztet, tudod, az a baj, hogy töredékét nem fogják elhasználni, még hogyha szumitálnak, akkor sem. És akkor az a baj, hogy az megzsizsikesedik, érted? Tehát megromlik. Micsoda meg? Zsizsik. Hogy így belemegy a bogyókba. Most az a baj, pici de viszont a WC-papír nem kér enni semmi. Hát az csak ott tárolod. Az, nem az a koronavírus után is ott tehát lesz. Tehát az utána is meg lesz. De azt az igaz. A liszttel nem igaz. Tudsz mit csinálni, érted? Meddig áll a liszt? Hát az a baj, hogy tényleg ez a bogár, meg mólylepke, meg... De egyébként nektek a mondjuk egy karantén esetén a top 10 prioritásotokban hol szerepel a WC-papír? A harmadik. Jó, jó. A harmadik. Jó, az ekkora nem siker nem volt ez. Jó, van-e alternatíva, hogyha az ausztráloknak igazuk van, és mi nem vetünk WC-papírt, van-e otthon erre alternatíva? Te mondtad, hogy a fényes magazinok nem tesznek jót a bőrödnek. Egyébként azokat sokkal tovább kell gyűrögetni, és akkor megpuhul egyébként. Én azért tudom, mert igen, ahol edzeni jártunk, ott sose volt WC-papír. És akkor tudod, az van, hogy mielőtt elmész, negyed órája már egy gyűröget. Mit csinálsz? Megyek a WC-re. Jaj, jó. Komolyan igen, de van egy trükk. A trükk az, megfogsz egy tűt, és összegyűröd az újságot ilyen gombolyakba, beleszúrod a tűt. És a másik oldalon kihúzod. És akkor na, nézd meg, gyűrögesed egy picit. Ja. Meg szúr-e? És ha tényleg nem szúr meg, és akkor szépen összegyűrögeti neked valaki más. Az jobb. Azt a kreativitást. Azt. Egy tapsot nyomnék ide, Peti. Nem vagy tapsot. Én annyira nem volt jó. Hol van a kis taps?
Jó, mindegy. Tehát van alternatív, vagy mihez nyúlnátok, hogyha elfogyna? Legelőször is karanténban vagyok, nem mozdul. Figyelj, a víz mindenképp szerintem a víz. Hát a víz az azért megoldja. Igen, az azért nem értem, hogy az ausztrálok mit pánik. Tehát azért azt meg lehet oldani. Jó, de Ausztráliában nincs sok víz. Tehát ott azért nem úgy van, mint mi. Jó, nincsen tenger, meg a tengerpartjuk, nem? Nem a tengerről beszélek, kabát. Kiszaladsz, tojsz egyet, és kiszaladsz a tengerpartra, és kiöblögeted? Úgy sincs kint senki. Simán odaz. Senki mi. Hát mivel nem az zárva, simán tudsz menni. Gyerekek, végül, tehát ez a témakörhöz, végül, ami drága, Ábel Anitánk hívta fel a figyelmünket egy blogbejegyzésre. És ennek a következő a címe, karantén horoszkóp, így viselni a 12 csillagjegy a karantént. Jaj. Na, és ez nekünk megvan. Várj, ez még nem volt vicces. Ez megvan nekünk. Először, még mielőtt... Szörnyű? Hát maga ez a műfaj, hogy karanténhoroszkóp. 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 Szerintetek ti hogy viselnétek, hogyha be kéne zárkóznótok? Vagy egy kórházban lennétek karanténban, vagy otthoni karanténban? Én semmilyen ilyen korlátozást nem viselek el, úgyhogy valószínűleg nem jól. Fegyelmezett vagyok, de... És fegyelmezett lennél, vagy elvesztenél a türelmed és... Egy ideig fegyelmezett lennék, aztán már nem. Kötözködnél? Nem. A szökésen gondolkodni. Igen. Szerintem. Aha, szökésen. De meddig kéne? Igen, te nem vagyok egy ilyen szabálykövető. Nem. Tényleg? Nem lehet? De egy vírushordozó vagy? Nem, elmenekülnék. Nem. Komolyan? De mi kifutnál? Nem, ki fog, tehát az iráni sztájban nyomnád? Székeket de dobálok is? De most lefognak, vagy mi, vagy hogy? De te nem hát tudom, ne, katonák hát, fegyverrel. Hát katonák fegyverrel. Igen. Hát rendőrök őrzik a Szentlászót. Hát de meddig kéne karanténba lenni? Vagy nem tudom, akár hetek, nem tudom. Simán, hát megnézem a sorozatokat. Amúgy tényleg, én nagyon jól el vagyok. Mindjárt elmondom, hogy a csillagjegyetek szerint ti hogyan viselnétek a karantén horoszkóp szerint, Gabi, te? Mi tegnap írtunk egy listát Emmával, hogy mit fogunk bepótolni. Tehát már van egy listánk. Igen, van egy tehát, listánk. Tehát ha otthon vagytok karanténban, társasozni. Társasozni, felírtam, nem meséltél már fél éve, már tudsz olvasni, egyedül olvasod a könyveket. Most mesélni fogok neki, hányszor fogunk tornázni, tehát és már így felírtunk, milyen süteményeket sütünk a sok lisztből. De meg is vennétek az a cukorból. Mert nálunk még nincs liszt, de most akkor kell venni. Na én elmondom, hogy utána néztünk, azt mondja, hogy a Kabát Peti, te mérleg vagy, ugye? Igen. Figyelj, azért néha megszólalhatsz. De a taps akkor az az, tehát te mérleg vagy. A mérleg hogy tűri a karantént? Manikűröz, pedikűröz, hidratáló arcmaszkról álmodik, míg mások vírusvédő maszkot vadásznak. Tökéletes. Tökéletes ez a horoszkóp szerintem. Anita, te oroszlán vagy, ugye? Igen. Tehát az oroszlán, azaz Anita, végre lő egy szuper szelfit, csak is azután, hogy pucba vágta magát. Tehát te egy ilyen... Mondjad még egyszer. Mondjad, a karanténban is olyan... A karanténban is, te azért tip-top. Karantén szelfi. Karantén szelfi, és te tip-top, tehát azért ott... Én pedig nem vagyok ez a szelfi de... Lehet, hogy azzá válok egy karanténban. Na jó, de tip-top vagy, nem? Vinnél-e sminket, na? Elképzelhető. Vagy ha nem viszek, akkor megkérném, hogy hozzanak be. Oké. Okay. Ez nem rossz, Gabi. Ez jó. Te ugye bak vagy. Bocsánat, ezt én a nagymamámtól tanultam, a nagymamám már nagyon a vége felé járt, 96 éves volt, nem nagyon látott, nem nagyon hallott, nem tudott mozogni, pelenkázták, és bejött egy férfi, új férfi orvos a korterembe, és azt mondta nekem, hogy édesem, add ide a fésümet. Mm. Tehát, hogy már semmit nem tudott csinálni, de az benne volt, hogy ő egy nő, és bejött egy férfi, és akkor meg kell fésülködni. Tehát azt gondolom, hogy egy nő ettől nő. Abszolút. A nagymamának egy vas tapsot nyomtál? Hát tapsot, igen. Jó. Oda van írva, hogy vas. Taps. Hogy tanultál meg focizni? Ez most összegyűjtjük. Vagy azt már úgy születni tudtál? Na jó, add ide. Add vissza, Peti. Ültessük szét a Peti nem kommunikatív, amíg izé. Elvesztettük a Petit azóta. Teljesen elvesztettük a Petit, igen. Na, szóval Gabi, te ugye bak vagy, azt mondtuk, világmegváltó akciótervet készít, rajta nem foghat ki egy jött-ment vírus. Ez így van. Alkotói szabadságnak fognám fel. Wow. Nem? De, megnéztem hát magam is. Mindenkivel összevész, nem csoda, hisz egy kost bezárni, korlátozni a világ legnagyobb gazt tette, ez volt igen. És ez igaz?
És én vagyok. Sanyi, bocsáss meg, jaj, elnézést, te Bika vagy, igen. Április. Eszik, iszik, jól mulat, végre kedvére lustálkodhat és élvezheti az életet. Ez az! De ezt a hát, ha be tudnak zárni, akkor igen, de amúgy igen. Ha be tudnak zárni. Látod, mit mondtam? Azt mondtam a legelején, tök jó, nem kell sorba állni sehol. Olcsóbb a gázolaj. Elmaradnak a dolgok, örüljünk, hát itt csinálhatod, amit karantén. Na. Nagyon kíváncsi vagyok, főleg itt a lányok véleményére a következő témával kapcsolatban. El akarják tüntetni az úgynevezett szexista hirdetéseket Budapest utcáiról. Gyénémet Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester helyettes és Tüttőkata város üzemeltetését felelős főpolgármester helyettes. Anita, mi van volt? A Facebookon jelentették be, hogy indítványozzák, hogy a város által kezelt hirdetési felületeken a jövőben ne lehessen szexista hirdetéseket elhelyezni. De mi a szexista? Ezt beszéljük meg, drágám. Egy fehér nemű reklám a szexista. Édesem, ezt beszéljük meg. De várjál, de hadd folytassam. Tehát indítványozzuk, hogy a főváros által kezelt hirdetési felületeken a jövőben ne lehessen ilyen reklámokat megjelentetni, a női test nem reklám felület. Budapest egy európai nagyváros, ahol nem engedjük meg, hogy tárgyasítsák a nőket. Na most ez egy baromi érdekes kérdés, hogy például nektek most egy alapkérdést teszek fel, nektek lányoknak, nőknek visszatetsző-e az, például a tévéreklámban lehet látni, hogy nagyon-nagyon erotikusan csócsár egy csokit, hogy az visszatetsző-e? Nyilvánvalóan van benne valami szexi utalás, ezt nyilvánvalóan okkal használják, de nektek nőként ez zavaró-e? Nem, hát meg azt gondolom, hogy van egy csomó helyzetben van funkciója. Tehát ennyi erővel akkor az olyan filmeket is be kéne tiltani, akkor a, mit tudom én, a B-vacsot is tiltsuk be, mert kis falatnyi fürdőruhába szaladgálnak. Tök jól mondod, egy borzalmas színésznek az agymenését tulajdonképpen aláfesti néhány bikinis csaj. Tehát, hogy ennyi erővel, akkor tényleg mindent meg. Annyi, hogy régen volt egy óriás plakát, ami az Erzsébet hídról, ahogy Pestről mentél Budára, volt egy óriás plakát, ami ahogy jöttél a hídról, gyakorlatilag szembe volt. Uh-huh. És folyamatosan, gyakorlatilag állandóra egy olasz fehér nemű márka kibérelte azt az óriás plakátot, és ott folyamatosan volt egy nagyon szép fehér neműs nő. Igen. És rendszeresen voltak balesetek, mert nyilván a férfiak így vezettek, és neki mentek az előtte lévőnek, úgyhogy leszették az óriás plakátot, mert rájöttek, hogy ha bármi van ott, nyilván ha fehér neműs nő, akkor még inkább, de ha bármi van ott, az elvonja a figyelmet. Tehát ilyen szempontból lehet ezt mérlegelni. De az, hogy tárgyasítsuk a nőket, szerintem azért annak ott a helye, a fehér nemű reklám, az azért vannak fehér neműben, mert az egy fehér nemű reklám. Ha már a lombosító gépet, vagy a fűrészgépet egy bikinis nővel reklámozzák, az engem az zavar. De miért? De az engem az zavar, mert nem ízlés. Azért, mert nem valós, tehát hogy egy bikinis nő nem fúj lombot. Tehát mondjuk a legritkább esetben. A lombfűrészt a legritkább esetben használja. De a férfiak figyelmét egy női testet hívják fel egy... Emlékszel egyébként? A 80-as, 90-es években az összes autószerelő műhelybe ilyen voltak, tehát ugye alapvetően, és az minden gumis cég csinált egy fehér neműs naptárat minden évre. Egyébként a gumis, az autó gumis autókon még most is ott vannak a csajok, mesztelenül. Naptárat mai napig én is gyűjtöm. Peti, te? De például olyat nem lehet kirakni, hogy mondjuk egy nő combfix tűsarkúba vágja a füvet, az gáz. Ez te vágtál már tűsarkúba a füvet? De nem vagyok nő. Gabi, vágtál már tűsarkúba a füvet, ne haragudj. Jó, beszéljük meg. Várjál, van egy csomó képpel készültünk, jó? Tuti, menti a géppel. De tűsarkúba füvet nyílni, meg van. De nem, de gyerekek, a reklám az nem a valóság, ezt fogjuk már fel. Ez nem valóság. Tehát nyilvánvalóan a tűsarkú oda vonza a Peti szemét, és a Peti véletlenül megveszi a fűnyírót, mert tetszik neki a fűnyíró. De a nő, a tűsarkús nő vonzotta oda a szemét. Kérdés az, hogy ez baj-e? Ez egy szexista reklám. Szexista reklám, tehát mégis baj. Tehát akkor jó, ez nézzük gáz. Meg egy pár képet, de jó? De szexista. Nézzük meg, ezek Magyarországon kerültek óriás plakátra. Ez mi fritőz? Gép, tehát, hogy... Én tudom, mi az. Mi az fritőz? Na de, hogy kád? Miért nem egy logó, ha
lógóhasú férfi áll. Mert akkor nem néznéd meg a képet. De hát nyilván... miért nem egy lógóhasú férfi áll, és miért nem ott van mert akkor nem veszed meg a gépet. Igen, hát hogyha ilyen leszel a géptől, lógóhasú és férfi, akkor te lennél. Hát, hogy ott lenne egy ötlet, hogy miért nem a... Ez az eredmény. A géptől ilyen leszel. Jó, de akkor miért nincs ott egy kockás hasú? De ez mindenki tudja, hogy ez kamu. Hát de hiszen ez egy kenyérsütőgép. Hiszen ez egy szuvitkár. Ja, hiszen ez egy szuvitkár. Jó, nézzük a következőt. Efot, és ez egy 2017-es, ha jól emlékszem, kép. Ez miért nincs ott egy fecskébe egy férfi, aki épít csinál valaki? Igen, ez gáz ez a kép szerintem. Na, nem ez volt. A kéz, vagy ez a kép szerintem is gáz. Ez gáz. Ez gáz. Mit üzen ez a kép? Nagyon nagy gáz. Hát mit üzen a kép? Ha bemész oda, akkor ezt kell csinálni. Igen, bemész és egyből ezt kapod. Egy vagy vigyázz, mert neked is valaki megfogja a fenekedet. Gyerekek, tudjátok, hogy mivel védekezett, annak idején megtalálták az e-fotót ezzel. Azt mondták, hogy a fotón a hölgy saját keze látható. Aha. Tehát így hátra. Amint mutatja... A legritkább esetben szoktál ilyet. Hát, ha csak nem a rögyére. Amint mutatja a tetoválást, amit éppen magára ragasztott. Aha. Hogy ő ezt történetesen a jobb farpofájára helyezte fel, és megmutatta a kamerának, szíve joga, saját döntése. Azt pedig nem feltételeztük, hogy bárki is férfi kéznek nézné a hölgy saját kezét. Oké. Okay. Ez kamu, gyerekek, ez egy női kéz, ez a hüvelykúj. Hát ezzel lomfűrész szoktak működtetni, nem? Taps! Jó volt! De legalább, nem tudom, ez... Hát igen, rossz, ha meg kell magyarázni. Ez egy rossz reklám. Jó, nem szép a bőre, nem szép a feneke, és nem a bőre, nem a bőre van meggyűrődve. Nem a bőre. Ott van két marra nagy anyajegy. És az miért volt? A tetoválás! Mi az a két pötty? De miért neked nincs sehol anya jegyet például? Mondjuk ezt mindig is meg akartam tudni. Kérdezz meg! Figyelj, hogy minden biciklin tényleg csak egy forró nadrággal lehetne. Hát ki a franc akar elmenni biciklizni különben a melegbe? Hát csak így, nem? Nekem egy bajom van ezzel. Tehát, hogy a sportról szól ez, vagy... Vagy arról, hogy gyere el, mert ilyen csajok lesznek. Úgy, ahogy van, ízléstelenül ronda. Igen. Tehát ez ronda? Így nem az. Peti, ez neked ronda? Nem a fenék ronda. Egyébként grafikailag is ronda. Az üzenet. Igen, hogyha ilyet lát, én végig tekerem a Balatont ötször. Taps. Egyébként meg a biciklis lányokat látunk. De mutassatok már egy férfit is, könyörgöm. De lesz minden, lesz minden. Lesz minden. Ja igen, na itt van például, ami drága Áber Anitánk. De ez egy szép de bocsánat, kép, gyerekek, ez egy gyönyörű fehér nemű reklám. Ez egy fehér nemű reklám, én is egyetértek. Igen, ebben voltatok, de akkor az Ábert, igen, de akkor az Ábert kihasználják? Nem kihasználják, ez egy üzleti megállapodás. Igen. Oké, akkor hadd kérdezem meg, hogy mi a különbség a szexi és a közönséges között? Hát az, hogy egyrészt mire használom. Az Ábert tud közönséges lenni? Nem úgy értem. Hanem tényleg úgy értem, hogy mi a szex, ugye ott volt a bringás, ott volt az e-fotos, ott volt a... azt akarja megmutatni, hogy az e-fotot valahogy így mutatom. Az e-fotos az közönséges ez volt. Egy ízléses kép. Hát ez... Abszolút az. Igen. Ez egy ízléses abszolút kép. Az, de mi a különbség, e-fotos... határozzátok egy, meg. Hogy hogyan mutatod meg, és hogy mennyire öncélú ez a dolog. Na de ezt kérdezem, hogy hol van a határ? Az, hogy ez a fehér neműről szól, tehát nem öncélú. Az egy bicikli fesztivál. A bicikli fesztiválhoz... A bicikli fesztiválnak nem szerves része. Kellett volna, igen. Ha hangsúlyosabban megmutatni, nem elmondják. Ezt nagyon jó hogy látjátok. Ha rakják a Zolit, mert a Zolit felléptek a Happy Gang fellépettet, akkor rakják őket a plakátra, de egy az nem de. Szerves része de. A bicikli fesztiválnak. De. Így jobban megnézed. De. Tudod miért? Mert ha biciklis lányokat látok, akkor nem a küllőjét nézem, meg a Dudát. Hát nyilván, mit nézel, azt nem a Dudát? Néha olyan rossz effekteket találok most. Nem a mountainbike-ot. De itt azt a ruhaneműt akarják eladni, ami az Ábel Anitán van, nem az Ábel Anitát akarják eladni. De most azt nézem, hogy milyen melltartó van rajta, hanem hogy miért van rajta. Nézzünk. Miért van rajta? Van még képem. Kíváncsi, hogy erre mit mondtok? Ez ugye mi európai nagyváros, Budapest, stb. Ez Keira Knightley. Igen. És egy parfümöt reklámoz. Mit csinál ez a nő? Nekem tudod, mit jut eszembe? Itt simán reklámozhatnánk mi is mondjuk a pálinkát. De nem, de most komolyan, nem?
De nem tudom, hogy meg tudod ezzel a pohárral lesz. Mi? Egy gyönyörű kép, de nincs szexuális üzenete? De van, de ez nem közönséges. Na de hát ezt a határt keresem. Ez nem közönséges. De én azt is elhinném, hogy ez szájvíz. Na de ezt lehet, hogy a polgármester helyettes asszonyok letépnék. Hát figyelj, ha arról beszélünk, hogy a nő tárgyasítása, hogy a nők szexusával akarnak eladni termékeket, mert végül is itt sem történik más. De ez egy akkor női termék. A termékek 99%-et nők adják el, fotomodellek nők adják el nőknek. Igen. Oké. Van még egy képem. De ez olyan illat, ami így harapni való. Hát ez egy férfi parfüm. De szerintem valami. Ez is ízléses. Okay, nem, ezt akarom tőletek kérdezni. Ez ízléses? Hát nem egy ezeket kép kéne eltávolítani. Kit céloz meg ez a kép, és mivel? Hogy vegyél a pasidnak, a nőket célozza meg, vegyél a pasidnak nem biztos, ilyen a nőket. Parfümöt. Én sem hiszem, nem a nőket. Nem, de a pasik utálják azt. Hogyha ilyen dagat vagy, mint én, és befújod magad ezzel, akkor ilyen leszel. Akkor ilyen lesz a hasad. Nem? De én is azt gondolom, hogy én, mint pasi, erre a képre nem rezonál. Nem. Te rezonálsz-e, Gabi? Nem, még nőként sem. De nem rezonálsz. Nőként sem, de van olyan nő, aki igen. Tehát nyilván nem mi vagyunk a célcsoport, igen. Van olyan nő, aki igen, és az feltételezi, hogy ugyanilyen vonzó lesz a pasia, ha befújja. Hát azért az nem úgy szokott lenni. Hát egy kis irat hatására. Nem. Lányok, ti használjátok-e a szexualitásotokat olyan helyzetben, legyen az egy vacsora, egy tárgyalás, egy esti szórakozás, használjátok-e tudatosan a szexualitásotokat? A szexuális kisugárzásotokat? Hát én mire használnám? Hát el kell dönteni, hogy azt akarom, hogy rám figyeljenek, vagy azt, hogy nézzenek. Hát most ez egy különbség. De tudod, mire gondolok? Egy hosszú combos megjelenés este, egyel több kigombolt gomb a blúzon. Ezt ti nem használjátok? Van olyan helyzet, amikor ha egy valakit lehet... akarok, akkor igen. Nem. Tehát direktben pasizásra. Egy helyzet. Pasizás az nyilván nem merül fel egyiknél se, de nyilván van miért olyan... Miért nem merül? Csak az merül föl. Hát én meg pont azt gondoltam, hogyha nem. Egy pasinak akarsz tetszeni, akkor lehet, akkor hogy ez... Akkor gombolsz. Igen, de nem... Ha nem egy kicsi dolgokba, tehát lehet, hogy szebb húst kapsz a hentesnél, hogyha kicsi gombolsz. Aranyosan pisolj. És mire gondoltam, hogy megállítja a rendőr, és akkor Tornoszki, kérem szálljon ki, és akkor hát nem kéne kiszállnom, mert mennem kell. Ja, tehát, nem, ilyen direktben nem. Milánó. Én Milánóból jöttem, kérem. Csak annyit mondasz, Milánóról, oké. Kontrolloké, csáó. De te a hentesnél bedobod a szexis? Nem a szexis, csak hogy ha egy nő, akkor vannak olyan nézések, tehát ahhoz nem kell kigombolni a blúzodat. Nem kell. Van olyan nézés, van olyan hanglejtés, amitől annyival többet adsz abban a diskurzusban, hogy lehet, hogy egy kicsit pozitívabb. Figyelj, a humor ezt meg kiváltja. Nem kell már gombolni, érted? Már csak egy kedves mosoly, meg egy jó vicc, és már meg is van, nem kell már. De egyébként abban, Gabinak igaza van, hogyha van olyan helyzet, ahol mondjuk tétje van egy beszélgetésnek, ott direkt állik fölöltözöm, hogy véletlenül se... Hát, ez most az? Ne. Nehogy azt mondjál! Hogy nehogy azt mondjál! Nem nagyon lehet mondani, azt mondani, hogy a fantáziámat így próbáltad volna ma reggel inspirálni. Ez egy szép ruha, és gondoltam a 100. adásnak megadom a tiszteletet. A gyászt! Most nem tudom megmutatni a hátulját, tehát fenékig ki van vágva a hátulja. Wow! Ugye? Igen. Ezt mondjuk tényleg jó. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor tényleg oda kell figyeljenek rád, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy véletlenül se vigye el a figyelmet egy ilyen szexista megnyilvánulás. Mert olyan akkor nem rá figyelnek. Olyan kínos az, amikor valaki ezt kipakolja. Igen. Sokkal rejtélyesebb, hogyha ezt meg kell találni. Hogyha nem látod, nem? Igen. Hát ez csak úgy sejted. Én azért azt is bírom, a közönséges. Ez egyébként, ha valaki nem közönséges, ugye általában, és egyszer úgy viccből megcsinálja magát olyanra, akkor az tud. Hogy meg lennétek lepve, hogyha én itt egy ostorral csapkodnék, miközben a Tompik szemet. Legközelebb én Gyerekek, ami a fiúk, ami a nőknél a kigombolt, az most szimbolikus volt, a kigombolt gomb, az a férfiaknál mi? Mi az a szexizés? Nem, nálam ilyen nincsen.
hát most szexizés... De sosincs olyan, hogy te tudod, hogy mikor vagy szexi? Szerintem van azért olyan, vagy volt nekem is, amikor azt éreztem, hogy az vagyok. Persze, csinos szerintem. Vagy? Aha. Igen, a csinos! Elegánsan szexi. Elegánsan szexi. Sanyi, mesélj, mikor vagy szexi? Én nem tudom. Igen, mikor vagy szexi? Én annyira nem vagyok. Egy mozdulatod, egy nézésed? Nem vagyok rajta. Egy szájjalás? Én ehhez én ilyen favágó vagyok, tehát nem. És az Ildi... Most miért ez jól néz neki? Jézusom! Úgyis elröhögik, tehát nincs értelme. De neked nincs? Nincs egy ilyen hajbatúrásod, vagy valami? Valami cupogás, amikor például, vagy valami... Nem, vagy tudod, hogy lejjebb csúszik, mert hogy nincs... Miért, mibe szereted bele? Hát azt nem tudom. Amikor húzogatom fel a gatyámat, ez például biztos nagyon szexi lehet. Vagy nem tudom, tehát, hogy... Nekem sincs ilyen, most én ilyet nem... Nem, a pasiknál nincs ilyen. Elfeküdtél itt a kanapén egy... óriás plakát, fotót akartunk ugye veled kapcsolatban, akkor ott volt egy nézésed? Igen, volt nézésem. Azt te tudsz, valamit ott tudsz? Azért, mert akkor mi? Úgy kellett Pár néznem. Ne fogadjuk, hogy hunyorgott, vagy valami ilyesmi. Mert úgy kellett néznem. Társkereső volt. Valami belement a szemébe. Társkereső volt. De ne, mutasd meg ezt a nézést. Valami belement a szemébe. Tudtam, hogy hunyorgott. Na, viszont váltsunk témát, mert egy baromi cuki édes történetet hoztam nektek. A New York Times egyik újságíró nője az érintett, Lindsay Krause, így hívják, és a következőt idézném tőle. Azt mondja, egy hétfő reggel szőlőt eszegettem az asztalomnál, amikor egyszer csak elkezdett csörögni a telefonom, vészhelyzet volt. A volt barátomnak, ahogy megtudtam, új csaja van. Mégpedig Lady Gaga. Amíg én a Super Bowl-t néztem New Yorkban a tévében, addig ők a Hard Rock stadionban romantikáztak a VIP részlegen, és onnan távozóan lefényképezték őket, és ugye erről a fotóról értesült, egyiket ezt megmutatjuk, értesült maga a hölgy. Na most azt tudni kell, hogy Lindsay és Michael Polanski, így hívják a fiút, ők 7 évig voltak együtt, egy teljesen normális kapcsolat, aztán szakítottak, tehát nem volt semmi. És a fiú semmivel, teljesen civil. Jó képű azért. Egy totál átlagos férfival jártam 7 éven keresztül. Ő meg most már Lady Gaga pasia. Mégis hogyan hasonlítod össze magad olyas valakivel, mint Lady Gaga? És ez egy baromi érdekes kérdés. Hát, Lady Gaga nem a szépségjelő híres. Nem, pontosan. De gondolj bele, hogy ugye az ex-pasiáról van szó, és őt egyáltalán nem érintette volna meg, hogyha mit tudom, egy új csaja van, kész, passz. De basszus, egy világsztár... Mindig megérint, ha új nővel látod a volt pasidat, akkor is, ha nem Lady Gaga. És, na jó, de azért igen. Mégis van különbség, tehát igen. Azért... Jobban megérint. Hogy basszus, egy világsztárral látod... És méregeted, ez utánam? Erre most nem lehet azt mondani. Mindennél rosszabb nő, aki utána jött. Pont azt kell látni, hogy olyan menő vagyok, hogy nézd meg, még a Lady Gaga jött utána. De jó, ez egy érdekes kérdés, hogy ez téged felemel, vagy éppenséggel az ellenkezője. De ennek van egy lélektalan nők, például erre abszolút hajlamosak néhány férfi is, hogy kifejezetten... hírességekre mennek rá, tehát hogy ezzel magukat emelendő, kifejezően. Az egy másik kérdés, de az lehet, hogy ez egy civil találkozó, vagy egy teljesen véletlen találkozó. Ki rámutogat? Senkire. Sok ilyen van. Rámutogatod? Igen. Jelen? Nagyon vicces vagy, Alita. Nagyon. Jövünk vissza. A reklám után. És folytatjuk a este bocskort, és egy izgalmas témánál maradtunk, ahol Anita, nem tudom, van ilyen furcsa módon rám mutogatott, de nem, tényleg érdekes a történet, ugye egy amerikai újságíró nő, aki egyébként egy civil, és azon kapta magát, hogy az ex-pasia, akihez egyébként semmi köze nem volt már, egyszer csak Lady Gaga oldalán tűnt fel, és mi azt vizsgáltuk, hogy vajon ez egy zavaró tényező tud-e lenni, most akár férfi, vagy akár nő, vagy egy ilyen helyzetben. De abba gondolj bele, hogy ugye hát Lady Gaga nem az egyik, nem a legszebb nők egyike. Tehát hát nem. Na jó, de nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas, világsztár. Tehát egy olyan misztikum lengi körül, hogy ez zavaró tud-e lenni a hölgy számára. Az ex-pasi, aki utána nem sír, de mégis Lady Gagával jött össze. Mindenképpen zavaró. Szerintem is. Igen? Összetöpöríti az embert egy ilyen. Komolyan? Na olyan népszerű, meg híres. Negatívul gondolkodtok ebben a kapcsolatban. Nem. Hát mondjuk én azért elörökölném tőle a Bradley Coopert, szóval azért átadhatta volna, mert a levetett rongyot csak úgy összedegetném azért a... Gyerekek, ez egy baromi izgalmas téma, és én nagyon kíváncsi leszek arra, hogyha veletek hasonló fordult volna elő, akkor ti miként élnétek ezt meg, hogyan éreznétek magatokat? Mi van? Hát semmi, én még örülnék is. Ha mi az exed... Mi, hogy komák vagyunk a Lady Gagával? Hát ez nagyon nagy dolog. De várjál, neked pasit kéne legyen ahhoz, hogy Lady Gaga. Jó, ha nő jó, lennék. Hát szóval, ha nő lennék. Na. Aha.
Hát nem tudom. Szerintem az ember elkezdeni magába keresni a hibát. A Bradley Cooperrel, ha már, hogy maradjunk egy Bradley Cooperrel szálljunk le. Igen, zavarna. Az már osztozhatunk rá. Figyelj, egy autócsapkodást megér. Nem, nem tudom mit mondani. Én azt mondanám, hogy én odaadtam a Bradleynek a csajomat. Jó, ezt most lazán kezelitek. Hát kölcsön adtam, haverok vagyunk, meg minden. Úgyis visszajön, nem? Jó, Anita, tegyük fel valamelyik ex-pasit. Gondolj egy ex-pasidra. És... Megvan. Valamelyik ex-pasid, de lehet közeli. Tehát nem régi. Valamelyik ex-pasidom, hogy kiderül, hogy úgy hozta a sors, hogy Jennifer Anistonnal jár. Tehát, érted, egy tök népszerű csaj, imádja az egész világ, a jóbáratokból te is szereted. Te akkor hogy éreznéd? Kit hívnál fel először ezzel a hírrel? Általában olyan viszonyban vagyok a volt pasiammal, hogy többnyire nem az újságból értesülnék róla, hogy ki az új csaja. Tehát van olyan ex-pasid, aki fölhívna téged, hogy ne ijedj meg, de Jennifer Aniston a csajom? Szerintem mindegyik. Ne viccelj! Fölhívnának? Hát aki komoly volt az én életemben. De miért hívnának fel? Hogy dicsekedjenek? Mert hogy olyan viszonyban vagyunk, hogy így nagyjából tudjuk, hogy mi van egymással. És nem azért hívna föl, hogy figyelmeztessen, hanem azért, mert úgy elmondaná. Aha, zavarná. Hát mi értelme összejönni a Jennifer Anistonnal, nem mondhatom el? Fiatalabb koromban volt még ilyen, hogy hasonlítgattam magam. Aztán rájöttem, hogy igazából teljesen mindegy, ha én vetettem véget, akkor azért mindegy, ha meg ő, akkor meg valamiért én nem voltam jó, akkor nyilván valami mást keres. Tehát, hogy ma már érettebben szemlélem ezt a dolgot. Fiatalabb koromban még nyilván zavart, amikor utánam jött Osváth Andi, de most már nem. Vagy ezt kéred? Sanyi. No. Sanyi, tegyük fel, most találtam neked egy jó valamelyik exedre gondolj te is, és mondjuk kiderül, hogy Dwayne Johnsonnal, a Rockkal jár. Hát ez, figyelj, amikor itt forgatott a Dwayne Johnson, az Ildinek nagy kedvence. Akkor nem mentem messze, most nem, akkor viszont a közös. Nem mentél messze, tényleg így van? Nem, amikor itt forgatott valamelyik nyáron, már nem tudom melyik filmet, akkor az Ildivel hülyéskedtünk, és mondta, hogy hát azért őt nem rúgnák ki otthonról. És mondtam, hogy figyelj, ha én hazamegyek, és ott van a konyhában a Dwayne Johnson anyaszült mesztelenül, akkor szerintem iszok vele egy sört. Tehát, hogy én azért nem tudom. Szívedbe fogadtad. Sanyi, de hogyha ez tényleg így lenne, azért arra kíváncsi lennék, hogy mit érted. Legyünk jó barátok. Igen, ígyunk már egy sört. De most miért? Ez nem igaz. Tehát bocs, hogy félbeszakítalak, de hogyha az Ildi, te elmész, nem tudom, edzést tart, stb. Igen, jönne az Ildi egy ilyen szakadt bugyiba, ezt veszed föl a Dwayne előtt, hát a pofáról leég. De nem, Sanyi, most komolyan kérdezem, tehát te beállítasz egy fárasztó edzés után, hazamész, kinyitod az ajtót, és látod Ildi fehér nevében, és totál messzen a konyhában ott áll Dwayne Johnson. Te azt mondod, hogy ígyunk meg egy sört. Hát azért szerintem ne legyetek már ilyen jó fejek. De Dwayne Johnson nem lennék féltéke. Nem igaz. Meg tudnád venni, szerinted? Hát no. Szerintem meg egyébként. Hát a lábát tuti nem tudja védeni, úgyhogy bevennék lábra. De... Megint tudod, a saját konyhámban helyismeretem van. Tehát tudom, hogy hol vannak a dolgok. Helyismeretem. És akkor, otthon vagy. Tehát én ott otthon vagyok, ott nekem ez nem lenne gond. Hazai pályán. De egyébként én nem. Most én ezekre az emberekre nem tudnék haragudni. Nem bárki másra haragudnál. Ha Dwayne Johnson kinyitná... Ha a kabát Peti ott állna, a kabátra nagyon mérges lenne. De várjál már, kinyitná az ajtót, a te köntösödbe nem haragudnál rá. Na, ugye? De ezt én megbeszéltem a feleségemmel, hogy azzal ér. Tehát, hogy... Azzal ér? Ja, hogy azzal ér. Igen, a Dwayne Johnsonnal ér. De van egy ilyen lista, hogy kivel ér? És lista bővítés van? Nincs. Na. Ezt a listát egyszer lepecsételtük kész. Én ezt nem akarom elhenni. És a túloldal is van valaki, akivel ér van, neked? Van, pont a Jennifer Aniston. Micsoda? A Jennifer Aniston. Hát ő vele igen. Tehát, hogy most... Tehát Dwayne Johnson és Jennifer Aniston. Igen. Azt gondolom, hogy annyira nagy a valószínűsége ennek, hogy egy ilyen listát bárki csinálhat. Gyerekek, de jó, de nyilván ezt csinálják párok is, hogy van egy szabadkártyád erre-arra, de nem, én azt gondolom... Nem, ez tényleg, ez nálunk ez működik. Tehát, nálatok ez működik, és én ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el, vagy tényleg te úgy érzed, hogy ez téged is emel. Tehát az nem emel. A Dwayne rámegy az Ildire. Az én feleségemre. Hát ezt a mozit én nem akarom látni. De nem, hát most...
Az nekem nagy dolog. Na, nem igaz, Sanyi. De Sanyi, neked megtiszteltetés lenne. Figyelj, akkor az én feleségem egy istennő, de mondjuk amúgy is tudom, hogy az, de akkor tényleg az. Tehát ha Dwaynenek is tetszik, akkor nem rossz. Fölemeli. Hát ez igen. Igen. De mi ez ezzel? Te tudsz azonosulni? Nem tudom. Én még mindig a Bradley Coopernél leragadtam, hogy milyen paktumot tudnék kötni, hogy valahogy ez létrejöjjön. Úgy sem jön létre, tehát nem fog összejönni sajnos. Peti, te gondolj valakire, hogy kivel... Már megvan, hogy kire. Nem, már most tök más. Gondoltam egy számot, emlékeztek? Gondoltam egy számot. Nem, teljesen más kérdezek. Hogy valamelyik exedre, és kivel kéne neki összejönnie ahhoz, hogy azt nagyon utált? Bárkivel. Nem tudna olyan. Híres. Exed, összejön egy híres emberrel. De van olyan exem, hogy akárkivel összejönne, én úgy örülnék, hogy elvinni. Ezt nem mondod. Én ezt komolyan mondom. De van olyan exed, akivel jóba vagy, és jó viszonyba váltatok el, és... Van. És, ott... és még örülnél is, hogy elvinni. És az átlag ex? Az olyan, nem. Tehát van egy csomó exed, és egynek örülnél, ha elvinnék. Tessék? Tehát van egy csomó Excel, és egynek... van, akinek nagyon örülnék, ha már elvinnék, de hát nem sikerült még, úgy néz ki. De nincs olyan, aki nagyon utána lehet, az egy futballista is, tehát hogy aki ha vele járna, akkor baromira tehát utána. Tehát mondjuk egy olyan exem, akiben nagyon szerelmes voltam, és... Összejön a listes Krisztiánna, mondjuk. Na, tessék. Én annak nagyon örülnék, ha Krisztiánna összejön. Nem, én akkor lennék ideges, csak hogyha olyannal jönne össze, akit mondjuk utálok. Hát ezt kérdezem. Ki az? Most nevet nem fogok mondani, de van olyan, persze. Hát persze. És az mi a foglalkozás annak? Labdarúgó. Hát labdarúgó. Így van, labdarúgó. Én akkor tudom. Én ezt értem. De hogy tudod? Ismert? Figyelj, ő a csapatkapitány. Figyelj, melyik csapatban? Nem mondok én nevet, de van olyan, persze, akit annyira nem kedvelek. De egyébként mondjuk, ti mit szólnátok az, és... Érted, miért ne következhetne be, hogy mondjuk Jennifer Lawrence-el járok. Nagyon szeretem, nagyon tetszik. És mondjuk egyszer nyár, tehát ti másképp néznétek rám? Hát azért igen. Jennifer igen? Lawrence. Igen. Nagyon nagy király vagy. Robert De Niro-nak is megvolt. Jennifer Lawrence? Igen. Nem már. Sógorok lennétek, tök nagy. Nekem nincs ilyen perverzió, mint neked, hogy aki az én nőmet, annak az haverom. Tehát, hát nem mindenki. Tudom, csak a rock. Szóval te másképp néznétek rá? Én nagyon. Hát én nem. Felhívnál? Nem, rögtön azt gondolom, hogy Gábor, hát miért kell neked még én egy ilyen? Neked az miért kell nekem még egy ilyen? Miért kell ez? Mi az az ilyen? Egy az milyen ilyen, kategória egy az ilyen? Egy ilyen? Itt vagy te, egy miért izgalmas egy? Miért pasi. Miért kell neked? Valaki elviszi rólad elviszi a figyelmet. Wow, ez helyes. Elviszi rólam a figyelmet. Igen. Aha. Anita. Ja, én örülnék, ha azt mondanád, hogy ez nagyon jó, akkor mindegy, hogy Jennifer Lawrence vagy Kis Juliska, ha te boldog vagy, akkor az nekem jó. Boldog vagyok. Igen, köszönöm. Na jó, van még egy kérdésem, Gabi. Tegyük fel, te tök szerelmes leszel Kim Jong-unba. Nem a Bradley Cooper. Nem. És most, tényleg, mit szerethetnék Kicsi? Benne még, azon gondolkozom, az, hogy pontosan, te megtalálod a lelkét, és tényleg eltalál ámor nyila benneteket, járkáltok kézenfog a Fenyán utcáin, és aztán néha lenne... Gabi a szép sudár testével és a kicsi köpcsös. Igen, de hogy ezzel azt akarom, hogy nem a külső a minden. Tehát, De! És eljönne Magyarországra, és nyilván egy pár paparazzó lekapna benneteket, és ugye híre menne ennek a dolognak. Te szerinted Kim Jong-un az egy baromi hatalmas ember, az egész világ figyel rá, mindenki szeme rajta, abszolút hírértéke van emellett, meg hát sok minden is múlik rajta. Téged ez emelne, az Ázsia otthon vagy csökkentene? Szerintem mindenki azt kutatná, hogy vajon én ezt miért csinálom. Ez okay. Csak érdekből lehetne. Ez csak szerelemből lehet. Ez csak érdekből lehetne. Kim Jong-unba csak szerelmesnek lehet lenni. Kim Jong-unba csak érdekből lehetne. Milyen érdeket tud lenni? Világhatalomra törés. Pataki Attila egy pillanat alatt megmondaná, hogy központi nagyhatalomra törnék, vagy nem tudom micsoda, ne hülyéskedj. Hát mi másért? Kérdő, Gabi irányítaná a koronavírus. Hát figyelj, hát...
világhatalomra tör, de hát olyan nagyon sok esélye nincs. De mégis tehát. Tehát azt gondolnád, hogy mindenki azt... Világhatalomnél lennék. Nem, hát tudod, mit kéne csinálnod akkor, hogy nálad legyen a kulcs, tudom, hogy indítja az atomfegyvereket. És akkor azzal így szelfizek. Itt lógna a nyakamban. Szóval emelkednél? Gondolj bele, hogy politikusok akarnának találkozni veled, a CIA megkeres, meg mindent, de ugye az ismerőseid szemében. Nem emelkednék, szerintem halálkínos lenne. De miért? Mert mindenki, aki engem ismer, az tudná, hogy... Mert csúnya. De nem tetszettne soha. Mert nagyon csúnya. Jó, de adnál a sztorinak egy exkluzív interjút? Hát, hogy mit tudom én... Erről biztos, erről adnék. Tehát erről adnál, hogy mit tudom, hogy Kim adnék. Nem is olyan. Higgyétek el, Kim egészen más. És amikor négy szem közt vagyunk, Kimnek csodálatos a lelke. Kim olyan jól bánik a gyerekeimmel. Kim nagyon szereti a babákat, a gyerekeket, a lovakat, a kutyákat. Könyvet írnál? És a kutyákat. De ezzel nem mondanál semmi. Könyvet írnál? Életem Kimmel. És az lenne életem Kimmel, igen. Az első karácsony Kimmel. Első karácsony Kimmel. De ezzel nem mondanál semmi mást, mint amit amúgy is mond ő magáról. Tehát, de mondaná olyat a Gabi, na, de ha én lennék az ő krónikása, azért annak ő is örülne. Érted? Közelebb hoznám a magyar nézőkhöz, Kim, mert... Na látod, azért mégis el tudták kanyarodni Bradley Cooperről. Tehát... Nem, azért arról ne kanyarodjunk még olyan hamarabb. Na, gyerekek, hát azért tud ennél ünnepélyesebb lenni egy műsor? Egy ekkora torta? Azt a mindenét. És ez marcipán? Ezt elküldjük a nézőknek. Hát gyerekek, igen. Szóval senki nem gondolta arra, hogy ez a századik adás, ugye gyakorlatilag a harmadik évadban vagyunk, igen. A századik adás, és ez az első, amit közönség nélkül kell, hogy leforgassunk, de ennek ellenére próbálunk ünnepelni. Lesznek itt kések, villák, stb. Én közben elbúcsúzom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt velünk ma Jakubcsek Gabi! És Várdosi Sanyi. Köszönöm a műanyag közönségemnek is, amit egy ilyen tabletről, ha valaki most kapcsolta volna be. Mi próbáltuk egy picit hangulatosabbá tenni a műsorunkat, mi elkezdünk tortázni, Tatár Csilla folytatja, és egy hét múlva hogyan jelentkezünk, az majd kiderül, de mindenképpen jelentkezünk a Hashtag Bocskora. Jó hét, viszontlátásra! Ja.